Jó estét kívánok, Aktuális című magazinunkat látják. A világ legjobb hajtói és legígéretesebb fiatal lovai vesznek részt az immár negyedik fiatal fogat lovak világbajnokságán, amelyet Mezőhegyesen rendeznek szeptember 5-e és 9-e között. A rendezvény részleteiről Pap István Tiborral beszélgetek ma esti adásunkban. Üdvözlöm, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. És akkor legelőször tisztázzuk azt, hogy mi a különbség a hagyományos fogathajtó versenyek és a fiatal fogatlovak világbajnoksága között. Alapvetően a legfontosabb tudnivaló ezzel kapcsolatban az, hogy ezen a versenyen 5, 6 és 7 éves lovak indulnak el, tehát korosztályonként versenyeznek a lovak, és miután ezek fiatalabb lovak, hiszen a nagy, mondjuk úgy, hogy nagy 1-es, 2-es vagy 4-es fogathajtó nemzeti bajnokságokon vagy világversenyeken idősebb lovak indulnak, a fiatalabb lovaknak könnyebb feladatot kell biztosítani, tehát a koruknak, fejlettségüknek megfelelő feladatokat állítunk. Alapvetően azok a feladatok, amiket ezek az 5-6-7 éves lovak kapnak, ezek a nagyobb világversenyek vagy a klasszikus fogathajtó versenyek egyes elemeit ötvözik, és egy kicsit könnyebb feladatot adnak a lovaknak. Mióta rendeznek ilyen jellegű versenyeket Mezőhegyesen? A fiatal fogatlovak világbajnoksága most negyedik alkalommal kerül megrendezésre. Ez egy érdekes történet, hiszen más lovas sportágban, mint a díjuratás, díjlovaglás vagy lovastusa, ami olimpiai sportágak, már évtizedek óta zajlik a fiatal lovaknak a nemzetközi megmérettetése. Ez a fogathajtásban hiányzott. Magyar szakemberek tettek javaslatot a Nemzetközi Lovasszövetségnek arra, hogy dolgozza ki a fiatal fogatlovak világbajnokságának a versenyrendszerét. Ez körülbelül 2013-14-re tehető, amikor ezt a Nemzetközi Szövetség elfogadta, a szabályrendszert kidolgozta és kiírta a pályázatot. Tehát 2015-ben mi rendeztük először a fiatal fogatlovak világbajnokságát, és azóta rendezzük, és még 2019-re is megkaptuk a rendezés jogát, és azt reméljük, arra számítunk, hogy a Nemzetközi Lovasszövetség meghozza azt a döntést, hogy hosszú távon Mezőhegyesen rögzítse ezt a versenyt, hiszen más szakágokban, például a díjuratásban Belgium rendezi a fiatal díjurató lovak világbajnokságát minden évben, és ez egy hosszú távú projekt, amit azonos helyszínen rendeznek. Mezőhegyesen miért fontos önöknek az, hogy ezt a fiatal fogatlovak versenyét, illetve fogathajtó versenyeket rendezzenek? Gondolok itt arra, hogy kötődik-e a hagyományos mezőhegyesi fajtákhoz ez a fajta versenyzés? Tulajdonképpen nem csak mezősnek fontos, hanem a magyar lovas sportnak és a Magyar Lovas Sport Szövetségnek is. Mezőhegyes 234 éve tenyész lovat, egész pontosan. Gyakorlatilag elválaszthatatlan, és Mezőhegyes magát a mai értelemben vett települést a lónak köszönheti. Nem kérdés, hogy nekünk szerepünk van, szerepünk kell, hogy legyen. A világ fogathajtását meghatározza a magyar fogathajtó sport. Szintén nem kérdés, hogy a Magyar Lovas Szövetség, a Nemzeti Szövetség mellé állt ennek a projektnek. Tulajdonképpen a rendezés jogát a Magyar Lovas Szövetség mezősi helyszínnel kapta meg, tehát ez nem csak Mezőhegyesnek, hanem a Magyar Lovas Szövetségnek, a magyar lovasportnak és a magyar fogathajtásnak is fontos. És hát egy olyan emblematikus hely, mint Mezőhegyes, ahol több mint két évszázad óta lovat tenyésztünk, teljesen egyértelmű, hogy mi törekszünk arra, hogy ma is meghatározó szerepet töltsünk be a lótenyésztésbe. És akkor egy kicsit visszatérve a versenyre, milyen kategóriákból elkezdnek majd ide hajtók és lovak? Az 5, 6 és 7 éves kategóriában versenyeznek a lovak, és különböző országokból jönnek, és különböző fajtájú lovak, tehát meglehetősen vegyes a kép ilyen tekintetben. Azt lehet tudni, hogy hány országból, mely országokból érkeznek, és körülbelül hányan? 7 ország, 43 fogata fog elindulni ezen a versenyen. Én azt gondolom, hogy ez egy jó szám, tekintve azt, hogy a fiatal fogatlovak világbajnokság egy induló projekt, egy új rendszer, tehát még azt mondhatjuk, hogy az út elején tartunk. Az örömteli egyébként, hogy az elmúlt 3 év részvételét meghaladja az idei részvétel, tehát több fogat indul el, mint az előző 3 évben. Én egyébként azt gondolom, hogy ennek a növekedő tendenciának a mértéke az nagyobb kell, hogy legyen, tehát én azt remélem, hogy a jövő évben még több és nagyobb mértékű növekedést fogunk, vagy kell, hogy elérjünk.
A hét nemzet 43 lova azt gondolom, hogy nagyon jó eredmény. Legnagyobb számban a magyarok vesznek részt a versenyen, ezt követi őket, vagy ezt követi a német részvétel, a német fogatok száma, de azon kívül Lengyelországból, Ausztriából, Romániából, Olaszországból és Luxemburgból is érkeznek versenyzők hozzánk. Szakmai szempontból mit jelent ez a megmérettetés a résztvevők számára, és miért fontos? Általában a fiatal fogatlók világbajnokságának a jelentőségét három pontba tudnám összefoglalni. Az egyik az, amiről már részben beszéltünk, hogy nemzeti és nemzetközi szinten rendszerbe foglalja a fiatal lovaknak a felkészítését a nagy világversenyekre, akár egyes, kettes vagy négyes fogathajtó Európa vagy világbajnokságokról beszélünk. A második jelentőség az a piac, hiszen a fiatal lovakat vásárolják azok a hajtók, akik majd aztán mondjuk kettes fogathajtásban világbajnokságon akarnak részt venni. Egy nagyszerű lehetőség, hogy azok az országok, akik egyébként komolyan veszik a lótenyésztés és a fogathajtó sportot, kiválogatják a legjobb fiatal lovaikat és idehozzák. Aki lovat akar venni, az egy helyen, egy időben láthatja Európa legjobb lótenyésztő országaiból érkezett legjobb fiatal lovakat, tehát egy nagyon jó piaci lehetőség, nagyon jó marketing is. És a harmadik dolog pedig a tenyésztés, hiszen mi, mint tenyésztő ménes, és egyébként minden lovat tenyésztő számára fontos az információ, minél előbb jussunk információhoz. Ebben az esetben már 5 éves lovakról kapunk olyan információt, olyan összehasonlítást, ahol a egyes évjáratok között és évjáraton belül különböző országokból érkező lovak nemzetközi összehasonlítása történik meg, egy rendkívül fontos információ tenyésztés számára. A fiatal fogatok, fiatal lovak szempontjából fontos, hogy kihajtja őket ezen a versenyen? Tehát ez mennyire meghatározó a ló tulajdonsága, és mennyire a hajtói? Igen, alapvetően ugye azt mondjuk, hogy a fogathajtás lovasport. A lovasport szemben a lósportokkal, mint az ügető vagy a galop, 50-50%-ban vesz részt a ló és a lovasnak a képessége. Ugyanakkor, amikor azt mondjuk, hogy kettes fogathajtó világbajnokság vagy nemzeti bajnokságot, elsősorban a hajtónak a nyakába kerül az érem, ha bár ugyanolyan részben vesz részt sporttársként a ló. Ezen a versenyen a fókusz inkább a lóra irányul, de egyáltalán nem mindegy, hogy kiül a bakon és kifogja a hajtószárat. Azok a nemzetek és azok a versenyzők, azok a fogatok, akik eredményeket értek el, vagy szeretnének eredményt elérni, nagyon fontos, hogy jó hajtók üljenek a bakon. De én azt gondolom, hogy ebben sem kell nekünk panaszkodjunk, hiszen a lengyel hajtó Kwiatek a múlt héten egyes fogathajtó világbajnokságot nyert Hollandiába, és ezen a héten már itt versenyez mezőjesen a fiatalok világbajnokságán, de Pap János, a ménes birtok hajtója, aki tavaly kettes fogathajtó magyar bajnokságot nyert, szintén fiatal lovakkal indul, tehát ez azt gondolom, hogy a lovak tulajdonosainak és általában a rendszernek érdeke, hogy ezen a versenyen is kiváló képességű hajtók hajtsák ezeket a jó fiatal lovakat. Hogyan fog zajlani a verseny? És most elsősorban nyilván azoknak mondjuk el, akik laikusként vagy a sportágat szeretőként ki szeretnének látogatni Mezőhegyesre. Azt tudom, hogy szakmailag már holnap, szerdán lesznek események, de hogyan fog zajlani ez a néhány nap? Így van, az első hivatalos program rész az holnap kezdődik az állatorvos vizsgálattal, majd egy hivatalos ünnepi és megnyitó ünnepséggel folytatódik, és a csütörtök pénteki nap a kvalifikációk napja, hiszen ebből a 43 lóból további lemorzsolódást meg kell eleget tenni, és majd csak a legjobbak fognak részt venni a szombati és a vasárnapi döntőbe. Én azt gondolom, hogy a leglátványosabb a vasárnapi döntő lesz, ahol úgynevezett kombinált hajtásnak megfelelő feladatot állítanak a lovak elé. Itt a maratonhajtás és az akadályhajtás kombinációja fog feladatként állni a lovak előtt. Én azt gondolom, hogy a nem szakmai közönség számára is a legérdekesebb az a vasárnapi nap lesz. Ugyanakkor azt le kell szögezni, hogy valóban ez egy szakmai rendezvény, szakmai verseny. Talán a kvalifikációk kevésbé érdekesek a nem szakmai közönség számára. Ugyanakkor azt mondom, hogy akinek akkor van ideje, az látogasson ki, hiszen a hét nemzet mindenki a saját kultúráját, általában a nemzeti kultúráját és a fogathajtó kultúráját megjeleníti a fogaton, az öltözködésbe, a ruhákba, a fogattípusba, a szerszámzatba, a lóba.
tehát ha nem is egész nap, de az ember végignéz néhány fogatot, akkor nagyon érdekes kulturális élményben részesülhet, amikor a különböző nemzetek kultúráját látja fogatokban megnyilvánulni. A hétvégén talán szombaton, vasárnap érdekesebbek a versenyszámok, és igyekeztünk arról is gondoskodni, hogy más szórakoztató programok is legyenek, játszóház, könnyűzenei koncert, Ízek utcája, különböző kirakodóvásár. Tehát én mindenképpen azt javaslom, hogy aki nem a mély szakmai tartalom iránt érdeklődik, az is látogasson ki, főleg a hétvégén Mezőegyesre. Tenyésztőként, ugye a birtok, illetve szervezőként mennyire lehet reálisan látni azt a képet, hogy hol tartanak ma a magyar lovak, illetve hol tart a mezőhegyesi néhány ló, aki elindul? Ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen valóban azt mondtuk, hogy a magyar fogathajtás a világ fogathajtásának meghatározó nemzete. Ugyanakkor a fiatalok világbajnokságra ezt nem mondhatjuk el, hiszen az elmúlt 3 évben egyetlen érmet nyert magyar ló. Ez mondjuk egy nonius ló volt. Abszolút mértékben domináltak a németek, akik professzionális szinten képezik ki a fiatal lovaikat, viszont a nagy világversenyeken nem ők dominálnak. Egy érdekes összefüggés, hogy a magyar lovak és a magyar tenyésztő és hagyományos fajták, a magyar lótenyésztő és hol áll, ez szintén egy nehéz kérdés, hiszen itt keverednek a fogathajtásban azok a modern fajták, amelyeket az egész világon tenyésztenek, és ugyanitt versenyeznek azok a hagyományos fajták, mint például a nonius ló, amelyet leginkább Magyarországon, vagy talán valamilyen mértékben a Kárpát-medencében tenyésztenek. Az a kérdés, hogy mennyire eredményes és mennyi eredményt tudunk produkálni ezekkel a lovakkal, a modern fajtákkal szembe, az azt gondolom, hogy nem elsősorban a fajták tulajdonságából adódik, hanem a populációk méretéből. A nonius fajtát Magyarországon mintegy 7-800 regisztrált kancával tenyésztjük. A Kárpát-medence más országaiban is csak minimális létszámban találunk regisztrált nonius állományokat. Ha a lipicai fajtát nézzük, ami szintén egy hagyományos fajta, de a Kárpát-medence minden országa állami ménesekkel támogatva tenyészti a fajtát, indulhatunk Lipicától, Piberen keresztül, egészen Kistopolcsányon át, Szilvásvárattól Fogarasig, több ezer kancával tenyésztik, és a modern fajtákat pedig több millió kancával tenyésztik a világon, tehát a populációk méretéhez képest arányosan egy kisebb populációból kevesebb olyan ló kerül ki, amely alkalmas arra, hogy egy ilyen versenyt megnyerjen. De én azt gondolom, hogy azok az eredmények, amiket elértünk eddig, akár kettes fogathajtásban, akár a fiatalok világbajnokságán, ez az egy érem, és a mostani évben a kvalifikáció, hiszen a nemzeti kvalifikációs versenyek megelőzték a világbajnokságot, itt biztató részeredmények vannak. Tehát én azt gondolom, hogy reális elvárás magunkkal szemben, hogy döntőbe kerüljünk, hogy még vasárnap is láthassunk mezősi lovakat, nóniuszokat a világbajnokságon. Onnantól kezdve viszont már nagyban a szerencsén is múlik, hogy dobogó rájunk, vagy ne, de reális esély az, hogy döntőbe kerüljünk, és ez egy nagyon jó alátámasztása annak, hogy ez a hagyományos fajta meg tud felelni a modern fogathajtás lovasport elvárásainak. És akkor végül nem a versenyről, hanem egy picit a hagyományos mezőhegyesi lófajtákról. Hogy állnak most a tenyésztéssel? Mely lovak kerültek vissza Mezőhegyesre, és mik a tervek? Az országgyűlésője 2016-ban fogadta el a méhnyes birtokról szóló törvényt, amely rendelkezik arról, hogy a mezősen született hagyományos lófajtákat újra tenyészteni kell. A nonius adott volt, hiszen a méhnyes alapítása óta jelen van mezősen a nonius fajta tenyésztése. A Gidrán és a Furiózó Norsztár fajtákat a II. Világháború után teljes mértékben áthelyezték más ménesekbe, és egyébként pont 50 év után, 2017-ben került vissza az az állomány rész, amely kivétel nélkül visszavezethető egy mezősi genetikára, mezősi állományra, úgyhogy pillanatnyilag több mint 100 Gidrán lovat tenyésztünk Mezőegyesen. Ez az állomány tavaly ősszel megérkezett, az első csikók megszülettek idén tavasszal már Mezőegyesen, jól érzik magukat. Az érdemi munka, kipróbálása, a kiképzés, kipróbálás, az gyakorlatilag most indul el. Tehát azok az eredmények, amiket remélhetőleg elérünk ebbe az évben jövőre, ezek még az előző állományfajta fenntartójának az érdemei részben.
És hát ez egy hosszú folyamat, ugye a lótenyésztés hosszú generációs intervallummal dolgozik, 11 hónapig csak az anyja hasában van a csikó, úgyhogy azok az eredmények, amelyek mindenképpen a mezőjesi rög és a mezősi emberek munkájának az eredményeképpen születnek meg, azokra még várni kell, de azt gondolom, hogy jól beilleszkedett a régi új helyére a Gidrán állomány, úgyhogy minden esélyünk és okunk megvan arra, hogy a következő egy-két évben jó eredményekkel tudjunk majd szolgálni a Gidrán fajta tenyésztéséből, és a Furiózon All-Star fajta állományának az újra felépítése talán nehezebb feladat, nem tudunk ilyen mértékű állományból meríteni, ezt talán egyenként, egyedekként kell felépíteni, ez is elindult, az első koncákat már megvásároltuk. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!